MR6. Itthon vagyunk. Kedves hallgatóink, negyed három múlt négy perccel köszöntöm vendégemet a stúdióban. Szia, Molnár Attila, filmrendező, producer, szia. Maros Attila, szia. Bocsánat, <laughs> Ö, rosszul, 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 tudtam. Attila, azzal kapcsolatban hívtalak meg ugye ide a stúdióba, azt tudni kell, még előjáróban elmondom a kedves hallgatóknak, hogy Attilláról biztosan a napokban hallottak már, hiszen néhány évvel ezelőtt forgatott egy filmet a Véletlenül szándékos című alkotást, aminek volt az a bizonyos jelenete, amikor az autó betöri az egyik győri bevásárlóközpont bejáratát. Ugye sajnálatos eset történt nagyjából egy héttel ezelőtt, amikor ez megtörtént a valóságban, és azóta téged elég sokszor sokan zargattak emiatt, hogy van-e összefüggés a két dolog között, vagy nincs -e. Mi most nem erről beszélgetünk, csak azért mondtam, hogy tudják a hallgatók, hogy rólad van szó. Ami miatt én ide, meghívtalak ide, a stúdióba, az az, hogy leforgattad, megcsináltátok a Go Bamako című úti filmet. Igen. Ami ugye a címéből adódóan Budapest Bamako útvonalon készült, ez egy rali film, és ö, nagy büszkeséggel tölt el téged is, meg hát természetesen minket is, hogy az alkotást megvásárolta a Spektrum TV. Ez így van. Hál' Istennek a kedvenc csatornámhoz került a film, aminek én nagyon örülök. Sikerült velük hosszú egyezkedés után megegyezni abban, hogy a film két évig kerül vetítésre. Három országban, Magyarországon, Csehországban, illetve Szlovákiában. Elkészült természetesen ennek a szláv változata, tehát a cseh szinkronja is. Ami egyébként egy érdekes dolog volt saját hangomat visszahallani <laughs> szlovákul vagy csehül, de már fut a film, igen, ez így van. Láttad már egyébként tévében? Tehát adás közben ö, sikerült elcsipni? Hogyne, hogyne, hogyne. Hát természetesen nekem a premier napját leközölték a spektrumból. Ö, természetesen én is ott voltam, és megnéztem, hogy hogy néz ez ki értelemszerűen. Nyilván erről beszélgetünk még, hogy egyáltalán hogyan kap, kerültetek kapcsolatba a spektrummal, meg, meg, hogyan tudták ők ezt megvásárolni. Picit előtte a filmről, meg az előéletéről, ugye a Gó Bamako filmről beszélünk, szándékos cél volt az, tehát tudatosan úgy indultatok el, gondolom nem egyedül mentél a Budapest Bamako útvonalon, tehát az volt az alapvető cél, hogy ti készítitek egy, készítetek egy úti filmet, amit aztán majd egy valamilyen tévécsatornának eladtok. Így van, ez pontosan így zajlott annak idején. Hát régi vágyam volt természetesen részt venni a Budapest Makó futamon, és próbáltam ezt, ha már egyszer úgyis megyünk összekötni a másik, úgymond hobbim malami egyben a munkám is, magát azt, hogy csinálunk egy filmet erről. Én akkor megkerestem a főszervezőt ennek a versenynek, Villám Gézáról van szó, talán ezen a néven többen ismerik és ezt felajánlva neki, hogy mi a versenykategóriába indulva leforgatnánk egy olyan filmet, ami egyrészt a rally keretein belül, de mégiscsak nem a rallyról szólva, hanem magán az országokon, amelyeken keresztül halad a futam, Afrikán, Európán végig olyan kulturális eseményeket, olyan helyi adottságokat filmeznénk, ami természetesen még érdekesebbé teszi, mint a mellett, hogy a rally rengeteg izgalmakkal és izgalommal dúsította fel a filmet. Géz ezt nagyon pozitívan és, és örömmel fogadta. Akkor azt mondta nekem, hogy gyakorlatilag mi vagyunk az első idióták, akik ezt bevállalják, mert ugye gyakorlatilag mi egyből versenyeztünk is. Tehát egy olyan kis tábot raktam össze, akik egyből a versenyen is, mint versenyzők részt vettek, és párhuzamosan mellette úgymond forgott a kamera is, ami rettentő nehéz helyzetbe hozott minket. Hát egyszerre több feladatotok is volt. Így van. A ha is hajtott, meg a, meg a gondolom a tét is hajtott. Mennyien mentetek egyébként? Mekkora volt a stáb? Hát, na ez az érdekes a történetben. A stáb az úgy nézett ki, hogy mivel az autó, a versenyautó az két fő helyett tartalmazott, így a kincseskornő a barátom volt, akivel mi a versenyben részt vettünk, és gyakorlatilag az egyik kamera nálunk volt, illetve sikerült úgy megoldani és megbeszélni a egyéb más szervezett csapatokkal, hogy több, mint kiderült, többen is szeretnének filmezni, többnek van olyan operatőri végzettsége, illetve hobbi szinten filmező szakembernek talán már nevezhető ember, akikkel meg tudtunk egyezni, például akár légi felvételek készítésében is amely gyakorlatilag bőven elég volt nekünk ahhoz, hogy a 74 perc végleges időtartalmú filmet gyakorlatilag feltöltsük kellő kamerabeállításokkal, hiszen így el tudtuk azt érni, hogy nem csak a mi csapatunkról szól a film, amit talán egy kicsit unalmassá tette volna, hanem párhuzamosan a mi velünk történteken kívül vég tudtuk követni például a többi csapattal történt eseményeket. Ha esetleg valaki már látta a filmet, az ugye már rájött abból, hogy ugye mi az első nap majdnem, hogy kisestünk a versenyből, hiszen három napra Olaszországba ragadtunk, mert felrobbant az autóba a váltó. És, és mi ugye forgattuk ezt a részt, miközben megforgott a kamera a mezőnyel együtt máshol, és ez nagyon szépen párhuzamosul a filmbe fel lehetett építeni a későbbiekben. Tehát a versenyt azt kvázi elvesztettétek? nem, nem, mi ezt sose szerettük volna egyrészt sem magunknak beismerni, meg nem azok a feladós típusok vagyunk. Mi három napig szereltünk, és utána Gőzerővel a mezőny után indultunk. Hát gyakorlatilag négy napig vezettem alvás nélkül, és, és beértük őket Afrikában az első éjszakai ponton. Gyakorlatilag négy nap nem alvás után hajnalra odaértünk a mezőnyhöz. Pont akkor indult reggel 6 órakor az napi futam, ami egy pont egy nagyon nehéz napi etap volt és Géza meglátva minket mondta, hogy jó, Koti, most menjetek el pihenni, elég néztek ki, és hát mondtuk, hogy mi nem azért siettünk, hogy most elmenjünk aludni, hanem azért, hogy tovább menjünk, és gyakorlatilag ott becsatlakoztunk, és mentünk tovább, és onnantól esett le egy nagyon nagy kő a szívünkről sajnos, hogy ez a bár három nap kiesett, de azért itt vagyunk, és tovább tudjuk csinálni. Meg volt át akkor az első megpróbáltatás. Mi okozta még a nehézséget a hosszú út során? Hát ezt sokan nem tudják elképzelni, de a Bamako-nak van egy, van egy elmondata, ez a ne le, és ez, és ez sajnos, amikor az ember ott van, akkor tapasztalja, hogy ez nagyon igaz. Tehát amikor ö, konkrétan annyi időd van, hogy este aludjál két órát, mondjuk beérsz hajnali háromra mondjuk a táborba, és hatkor megy tovább futam, de mondjuk az autód napközben szétesett, kéne szerelni, de nem tudod, hogy most vagy aludjál egy fél órát, de már két napja nem aludtál, tehát lehet, hogy mind a kettőt kéne egyszerre akkor az ember ugye elgondolkodik azon, hogy bár fürdési lehetőséged nincs, tehát innentől lesz föladtad, talán az alvás, de akkor gyakorlatilag abban a ruhában, amiben egész nap a homokba és a porba és a izzadságba vagy. Nem kimondottam olyan embereknek való egyébként ez a futam, ami, akik szeretik ezt a úgymond összkomfortos életmódot, amit már megszoktunk. Tehát akkor nem fürdetetek magyarul. De nem csak mi, nem. Tehát szeretné, el, az el, 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 az benne van a pakliban, tehát nyilván. <haz> uh, nagyon ez, ritkán ez... jutunk víz közelébe. Tehát általában, amikor víz közelébe jutunk, akár tengerpart, akár, akár egy, uh, most nem azt mondom, mert motelben én egyszer nem aludtam, de hogyha valaki például el tud jutni egy motelbót, ott azért természetesen lefürdik, hiszen igény az meg van rá. Lehetőség nincs. Tehát ezt valaki vagy felvállalja, vagy nem. A, általában azok jönnek keserű szájézzel vissza, akik akik ezt nem tudják magukba feldolgozni. Aki egyébként egy kicsit kalandvágyó, az mindenki szerintem úgy kezeli ezt a dolgot, hogy óriás és nagyon jó, és vissza szeretne menni. Mikor nem forgott a kamera? Volt -e egyáltalán olyan időszak, amikor nem kapcsoltátok be a kamerát? Hát természetesen mi is pihentünk útközben, hát nagyon sokszor napi 500 és 1000 kilométer közötti szakaszok vannak, ugye ezt non-stop nem lehet venni. Általában, amikor értelemszerűen olyan helyzetekbe kerültünk, ami váratlan izgalmas vagy valami itt most történni fog, vagy leérünk a kompoz, vagy... Tehát ami, ami valamitől érdekessé válik, azokban az esetekben indítottuk el a kamerát, illetve hát értem szerint volt egy forgatókönyvünk előre, ami a megtervezett tapszakaszok alapján felmérve itthon, hol és mit szeretnénk filmre venni, ezeket próbáltuk betartani, de hát az élet mindig mást igazolt, és mindig más irányba kellett kerülnünk, vagy éppen ott ragadni, úgyhogy ezek többnyire megvannak, de vannak, amik helyett újak jöttek, és, és attól lett jobb a film talán. Tehát nem csak annak kedvéért mondom, aki nem látta még a filmet, akkor nem csak egy egyszerű úti filmről van szó, hanem ti a helyi látványosságokat, látnivalókat is leforgattátok. Mi volt az, ami nagyon megfogott, és mondjuk a legjobban tetszett az út során? Személy szerint? Igen. Hát nekem talán a misztifikuma annak, hogy leér az ember mondjuk a Mauritán tengerpartra, és ott már majdnem azt mondom, hogy hagyomány ezeket az óceánjárókat ott hagyni a tengerparton, és óriási hajók vannak ott, gyakorlatilag az enyészet sorsára hagyva. Sirályok, algák, minden birtokba veszi. Nem tudom, nekem ez, ez, ez egy nagyon nagy misztifikum, és akármikor találkozok egy ilyen hajó alatt, az, az nekem nagyon megfog. Természetesen nagyon sok érdekes van, és nagyon sok szép dolgot lát az ember, de nekem talán ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ez, ez, ott minden szempontból ott van. Mi volt egyébként az alapvető szempont? Közben azon gondolkodtam, hogy ha azért több napon keresztül forgattok, és létrejön belőle egy több mint 70 perces film, azért biztos volt egy tematika, amit felépítettetek. Mi volt az alapvető szempont a kritérium? Hogy kivel beszélgettek, mit vesztek fel, mi az, ami benmarad, és mi az, amit ki kell már vágni a filmből? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát az alapvető gerince maga ugye a Budapest-Bamako rally, erre voltak felfűzve azok az események, illetve azok a kulturális történések, cselekmények, amik az út folyamán bele tudtak kapcsolódni magába a versenybe. Tehát én mindenképp azt mondanám, hogy maga a rally volt, a, a váza, de a tartalma ugyanakkor maga a helyi kultúrák voltak. Afrika sokszínűsége, hogy így mondjam. Tehát voltunk olyan faluban, ami, ami ha most vissza kéne tekerni Európába, az öt lehet, hogy ezer évet mondanék a, az időbeni visszamenete erre. Tehát ezek, ezek azok a dolgok, amik öltötték és kitöltötték a, magába a filmbe az időt, de én azt mondom, mindenkinek igazából nézze meg a filmet, és, és úgyis úgy, úgy fogják rájönni arra, hogy mi az, ami nekik tetszik, hiszen ez is mindenkinél más. Volt olyan rész, amikor mondjuk nem forgathattatok ilyen-olyan okból kifolyólag? Hát a katonai övezeteket Afrikába szigorúan védik, illetve a Mauritán-Marokkói határt, ami mai napig mondjuk ugyan békének van ki de azért csöndbe ott lehet tudni, hogy bármilyen pillanatban kitörhet bármilyen forrongás. Ezeken a szakaszokon gyakorlatilag tilos forgatni, természetesen azért az ember próbálkozik innen-onnan alulról. Erős katonai övezetekben nagyon szigorúan veszik ezt is. Hát volt ö, konkrétan egy példa, pontosan az a srác, aki a légi felvételeket vette, ő már Bamako-ban filmezett, felrepült, és hát ö, ő ugyan nem tudta, hogy mit csinál, a város fölött filmezgetett, és utána talán egy órán belül megjelentek az amerikai katonák, és gyakorlatilag mindenkit átkutattak és, és elővettek, és keresték, hogy ki volt az, aki fent volt. Majd miután megtalálták, őt el is vitték, és három napig benn volt az amerikai, tehát én úgy tudom, börtönbe, fogságba, ugyanis kémkedésnek minősül például ez a cselekmény. Hát aztán természetesen tisztázták, elvették azt a kazettát, és szabadon engedték, de kellemetlen helyzet volt Afrikába börtönbe kerülni. Válaszoltál is a kérdésemre, amit gondolatban feltettem, hogy elkobozták a kamerákat vagy kazettákat. Akkor ezek szerint volt rá precedens? Hát neki Konkrétan volt igen, ilyen élménye, nekünk hál' Istennek nem, mi sikeresen bejártuk, pedig nálunk voltak a nagy kamerák, ami mondjuk elég nehéz volt eldugni, ők is kamerával ment. Mi ezt, mi ezt sikeresen kezeltük, nekünk nem volt ilyen problémát, neki igen. Kedves hallgatóink, az után folytatjuk a beszélgetést Maros Attila filmrendezővel, producerrel.